Na csumi, ezt a játékot biztos sokan ismeritek. Gang Wars, ez a címe. Bandaháborús lövőre. Az kell ide, az kell nekünk. No, a régi játék már egyébként, viszont amikor legelsőnek kipróbáltam, akkor még fizetős volt, ha jól emlékszem. Mert csak ilyen, ezt a practice tudtam játszani akkor. Viszont ez is, mint általában mindegyik online játék, egyszer csak ingyenessé válik. Vagyis hát ilyen félig ingyenessé legtöbb. Egyébként szerintem sokkal jobban megéri a fejlesztőknek így. Ott van a Star Wars, sokkal több bevételt hoz, mióta félig ingyenessé tették, mint mikor full fizetős volt az egész. De nem is fizetnék amúgy rá. WoW-ra se fizetnék elő. Pöcsömnek. Na mindegy, ne dumáljunk. Be van dugulva az orr. Próbáljuk ki a játékot, fight. Aztán talán egy óra múlva majd el is indul. Talál játékosokat. Pedig vannak 154-en. Presentation. Na, itt vagyunk. Na, ezen a pályán még nem játszottam. Thrill, Lowing, Szaftos Bajusz. Kurva szátokat. Szaftos Bajusz magyar. Már a nevéből kifolyólag tuti, hogy magyar. Viszont a hangot úgy levettem, hogy semmit nem hallani. Úgyhogy ez így nem jó. Mi van? Ezt nem értem. Ezt nem értem, hogy ez most mi volt. Na mindegy, beállítások. Na, megpróbálom fentebb venni kicsit a hangerőt, mert... Valamit halljak is azért. Return. Ok. Na, akkor várunk megint egy ilyen meccsre. Ez nem tudom, ez milyen játék volt. Nem értettem, hogy most valaki, lehet, hogyha meghalunk a csapatból, akkor automatikusan. Hát remélem, ez már nem olyasmi. Aha, itt már mást kell ezt csinálni. Itt védekezni kell. Aha, ezt meg kell védenünk. Hát Szaftos Bajusz már sajnos nem játszik. Kis Szaftos. Viszont ott már jön az ellenség. Olcsó. Pakker. Okosan lőjetek le. De ott van Szaftos Bajusz is. Szaftos Bajusz. Bajusz. Na mi van ma? Gyertek. 3, 2, 1, mi? Na most indul. Mennyien vagyunk. Ott már jön az ellenség. Mindegy, meg kéne támadnunk egyébként a hülye pirosakat. Már ki is nyírták Szaftost. Én meg kinyírtam Jimbo Bates-it. Na, engem is kinyírtak. Ha! De kinyírtunk kettőt.
Autórespám. Jó, gyerünk. Az idő elfoglalni őket. Fú, mennyien vagyunk a pályán, nagyon durva. Igazi van a háború, gyerekek. Nem is látok semmit. Hú, ott vannak hátul egy csomóan. Egy jó pár. Én mind a két félnek a... Ez a cucca 100%-os. Jó lenne már. Kicsit. Közelebb jutni a... cuccakhoz. De hát... Nem olyan egyszerű az. Ne higgyétek. Bazd meg. Ezt valaki kéne okoskodni. Ami másik úton menni, de szerintem nincsen másik út. Pedig nagyon gyönyörűen be lehetne őket szivatni. És törekszünk rá. Ott fentről. Gecó! Gecó! Tegelj meg! Gecó! Azt... Menj már! Leírtok mindenkit! Gecé! Bazzel! Nagyon durva! Hát azt ott nagyon fogják, azt a bejáratot. Megölök egyet, odajön egy másik. Egyszerűen nem fogynak el. Anyádra ugolj rá. Baszki. Degölj már meg, he. Te meg ezt rakétázd be! Nem igaz. Nagyon végem van. És egyszerűen nem tudunk odajutni. A hülye. Szaftos bajusz, gyere. Gyere, szaftos bajuszka. Nyaljon meg a bajszod. Mi hova pattogsz be? Hova pattogsz? Mi ez itt? Mi van? Jó, van, semmi. Anyád! Kapni akartok? Hallod? És ez az, megölünk valakit és majd egyből terem oda-vissza. Lehetőségünk nincsen közelebb jutni hozzájuk. És jól betámadtam. Széttámadlak titeket. Resident Evil. Már 6. Nem 3. Dick, ez hova tűnt? Dick. Na. Már megint lőnek minket, vagy? Mi a macska Jancsia?
Okosod ugorjál rám. Ott van valami nagy dagadék, az. Az olyan kemény legény. Már annyit kinyírtam, hogy azt el nem tudom mondani. Azt lehetetlen szavakba foglalni. Yeah. Ezt is valaki kilőtte. Az ott bujkál. Ne fuss el. Ó, ilyenkor fogyjál ki. Yeah, baby. Azt a hülye defendert kéne. Az dagadt az egy defender. Defektes defender. Mi ez a célpont? Ez mi volt? Az én defenderem? Na mindegy, ezt ki kell nyírnunk. Legalábbis jó lenne. Headshot! Bazd meg! De kinyírtam a defenderes hülyét. És akkor ilyenkor most nekünk ez jó? Vagy mi van ilyenkor? Gyere szaftos bajusz! Ja, már ott futsz. Nem téged akartak lőni, Rezi. Ez mi volt? Hátba támadt! Miért támadsz hátba? Hát szabad ilyet? Na, gyerünk. Jó lenne már közelebb kerülni ahhoz a valamihez. Eltűnik. Ezek benyomják ezt az eltűnő-feltűnő hülyeséget. És nézd, szétlövi a fejemet. Headshot. Egy perc maradt. Remélem nyerünk. Ez az nyerünk, mert valaki lövi már a hülyeségüket. Hihi. Nyihá. Kicsit meg tudta rongálni, úgyhogy ezt már nyertük. Én kinyírtam a hülye defendert. Szerintem nagyon királyak voltunk. Ez is kapja a nagy lövéseket. Huszonöt, 22. Mindjárt vége. Ez jó volt, de azért mi is kaptunk. Hát 99%-os csak az a hülyeségünk. Degölj már! Te meg ne rakétázzál! Mennyien vannak ott? Már nagyon... Nyertünk? Yeah! Yeah! 26-at öltem meg. Na. Ez király, nem? Geco. Hol az egér? Ja, space-szel nem kell. Ja, jó van. Architekt. Na jó van, az ellenségnél ott volt architekt, úgyhogy... Ez lehet, hogy a... gameplay-es barátunk, kollégánk. Nem hiszem, hogy ő ezzel játszik. Szaftos bajusz felveszem a barátlistámra, mert ez nagyon jó név, ez a szaftos bajusz. Meg magyar. Úgyhogy ezért felveszünk. Na oké, nyertünk, szuper! Ez egy jó játékmód volt, ez a semmisíts meg egymásnak ezt a hülyeségét.
igazi kis banda háborúnak lehetünk tanulni. Hát, rohadt nagy mérettel rendelkezik a játék, több mint 20 giga szerintem, ha jól emlékszem, meg jól láttam. Viszont aki így szórakozni akar egy két napot vele, mert nem hiszem, hogy azért ez évekig lekötne, annak tudom ajánlani. Még szerintem még én is egy kicsit majd fogok vele szórakázni, aztán megy a lecsóba ez is. Na, meg még akkor azt nézzük meg. Ja, látod, elértem a level 3-as, vagy level 3-as szintet, bazd meg az 3-as szintet. És már csak 3 level, ja, és be tudunk lépni utána Sunrise Citybe. Na hát, addig mondjuk el szeretnék jutni, megnézni, hogy mi a pöcsöm van Sunrise Citybe. Hogy akkor milyenné válik a játék, ilyen Alpont Bulletin, vagy mivé. Úgyhogy szóval azt úgy megnézném, hogy ez mégis mi. Na hát, játékmódok és helyszínek fel lettek oldva így. Nagyon szupi. Úgyhogy még hagyom a gépen akkor ezt a játékot, ez így most kicsi extrával csalogatóbb lett. Egyébként itt lehet felszerelni csávunkat ruhával, fegyverrel, pepepepe, bármivel, amivel akarod. Ezek meg nem tudom, még nem tanulmányoztam, nagyon kint, valami nagyon buzi szövegek. Úgyhogy szedjétek le, tanulmányozzátok ki ti. Én most nem fogom. Na, úgyhogy ennyi lettem volna, hanem szerintem pár napos szórakozásra jó, még eléred a 6-os szintet, hogy megnézz Sunrise Cityt. Aztán ennyi. Na jó, megnézhetek, csumesz.